Először 2020 tavaszán született arról kormánydöntés, hogy a lejárt személyes okmányokat nem kell megújítani a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül. Így érvényes dátum nélkül lehetett használni például a személyi igazolványokat, a jogosítványokat, de az autók műszakiára is vonatkozott a jogszabály. A cél az volt, hogy csökkenjen a személyes találkozások száma, ezáltal pedig lassuljon a koronavírus terjedése. Később, idén májusban egy kormányrendelet szerint még tovább, a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napig használhatóak a lejárt okmányok. Az emberek pedig éltek is a lehetőséggel, mostanra ugyanis rengeteg ilyen okiratot használnak Magyarország szerte. Egy több mint 2 millió okmányról van szó összesen, személyigazolványról, jogosítványról, forgalmi engedélyről, akár olyan egyéb okmányokról, amelyeknek a határideje lejárt. György István azt mondja, ennyi okmány megújítása hatalmas feladat lesz majd, ezért fontos, hogy minél többen keressék meg a határidő lejárta előtt a kormányablakokat, vagy műszakíztassák újra az érvényes vizsgával most nem rendelkező járműveiket. A kormányablakokban május óta már nem csak időpontfoglalás után érkezhetnek az ügyfelek. Elég, ha valaki személyesen bemegy és húz egy sorszámot. Az államtitkár is erre buzdít mindenkit, ez ugyanis jelentősen gyorsíthatja a lejárt okmányok ügyintézését. Ne várjon az időpontra, hanem menjen a kormányablakba, mert nem tudunk annyi időpontot kiajánlani, amennyit az igény szerint szükséges lenne, mert ha ezt megtennénk, akkor azok, akik sorszámhúzási szándékkal jönnek, azok nem tudnák intézni az ügyeiket. Kormányablakok most még elsősorban arra vannak kondicionálva, hogy az oda befáradó ügyfelek sorszámhúzás után minél hamarabb ügyintézőhez kerüljenek és elintézzék az ügyeiket. Hogy a veszélyhelyzetnek mikor lesz vége, egyelőre lehetetlen megmondani. A kormány eredeti tervei szerint a parlament őszi ülésszakának kezdetén oldhatták volna föl. Ha addigra sikerült megállítani a koronavírus járványt. Virológus szakemberek viszont már most arra figyelmeztetnek, hogy minden jel szerint ősszel negyedik hullám sújtja majd az országot.